Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, ismét azzal a témával foglalkozunk, amit egyébként is hallottunk, a kezdők alkalma. Speciális téma, amit folytatunk, a lelki ajándékokról, a kegyelmi ajándékokról szólni. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, minden kedves barátunkat, érdeklődő ismerősünket, akik most velünk együtt vannak, és Isten igéje mellett próbálunk úgy lenni, hogy a Szentlélek kijelentse magát nekünk. A Szentlélek megnyilvánulási formái azok, amikről most néhány alkalommal beszélgetni fogunk. Ma a kegyelmi ajándékokról általában, és a következő alkalommal a kegyelmi ajándékok egyéni használatáról és a kegyelmi ajándékok gyülekezeti használatáról is fogunk majd beszélni. Az ige, amit felolvasnék, a Korintusiakhoz írt első levél 12. részének az első verse a 4-től a 7. versig. Olvassuk együtt Isten igéjét. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkibe. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Eddig az ige, bár aki szeretné a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban több világosságra jutni, annak ajánlanám, hogy olvassa el Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele 12. részét, az Korintusiakhoz írt első levél 13. részét és a 14. versét. Ezekben a részekben foglalkozik Pál apostol bővebben a kegyelmi ajándékokról, és ha ige szerint szeretnénk megérteni a Szentlélek ajándékait, amit Jézus adott az övéinek a szolgálatra, akkor mindenképpen szükségünk van arra, hogy ismeretünk legyen, hiszen ebből kezdi Pál apostol itt a 12. rész első versében ezt a részt, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Nagyon sokan tudatlanok a lelki dolgokban, legfőképpen a kegyelmi ajándékokban, hogy miért is. Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen azért, mert nincsenek ismereteink. Általában hallgatnak a kegyelmi ajándékokról, az egy nehezebb, kényesebb téma, gondolják némelyek, vagy pedig ugye mindenki addig vezetheti a másik embert, ameddig ő eljutott. És ha valaki eljutott a Szentlélek Istennel való közösségre, ha valakinek nagyon komoly szolgáló élete van, akkor biztos, hogy abban megnyilvánulnak a Szentlélek ajándékai azért, hogy a szolgálat minősége megváltozzon. Ahogyan pünköstkor is megváltozott a szolgálat minősége, Péter apostol hatalmas erővel tett bizonyságot a jeruzsálemi templomba, egyszerre 3000 ember megtért, ott helybe és megalakult a Krisztus teste, az első keresztény gyülekezet. Minden ébredést a Szentlélek hatát és a Szentlélek kegyelmi ajándékai azok, amik munkálkodnak és működnek, hogy az emberek bűnbánatra jutnak, hogy megismerik a megváltó Jézus Krisztust, hogy el tudják fogadni a kegyelmet, hogy Isten ígéjét megértik tudatlan, szinte írni, olvasni nem tudó emberek is, nagyon egyszerű emberek és csodálatos módon értik a Szentlélek kijelentését, az ígét. Jézus kegyelmi ajándékokat adott a tanítványoknak, és küldte
őket, mint bárányokat a farkasok közé, ez még pünkösd előtt volt, hiszen nagyon nagy szükség volt arra, hogy az emberek megismerjék a megváltót, Jézus Krisztust. Ne felejtsük el, hogy ez egy nemzeti szolgálat volt, küldetés volt. Igen, ez egy nemzeti misszió volt. Menjetek el, ímé elbocsájtlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé, mondta Jézus a tanítványainak, és Izrael földjére küldte el a tanítványokat. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon komolyan nekünk is komolyan kell venni, hiszen azt olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy e földön lakozzál és hűséggel élj. Nagyon fontos, hogy a családunk körébe tudjuk, akik között élünk, a megváltó Jézus Krisztus kegyelmét hirdetni, a megtérés evangéliumát. Nagyon fontos, hogy a népünk körébe, a városunkba, a környezetünkbe, a szomszédainknak is, hogy ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát, és ezért imádkozhatunk, hogy az ő szent lelke töltsön be, adja a bölcsességnek a beszédét, ugye majd a kegyelmi ajándékokról is beszélgetünk, de most csak úgy általánosságban, de erre nagyon nagy szükség volt. Tehát az első missziói kiküldetés az egy nemzeti misszió volt, amely Izrael népi számára közvetítette az üzenetet, hogy elérkezett az idő, hogy betelt az idő, hogy eljött az Úr, és hogy az atyák szívét odafordítsa az Úr felé. Nagyon nagy kegyelem volt, és sokan megtértek, az első keresztény gyülekezet zsidó testvérekből állt, akik megtértek, akik pünköstökor hallották az evangéliumot, azok is zsidók voltak, és a jeruzsálemi zsidó templomba hangzott el a Péter beszéde. Az Úrnak nagyon fontos volt, hogy az ő népe meghallja az Isten igéjét, ezt is mondja Jézus, nem küldettem máshova, csak Izrael eltévedt juhaiért. Jézus betöltötte az Izrael felé való küldetését, meghalt Izrael népéért, és eljött az idő, és ez pedig pünkösdkor jött el, amikor a pogányok ideje érkezett el, és tulajdonképpen az övéit az Úr a világ misszióra küldte el, menjetek szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevembe ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Itt a kegyelmi ajándékokról beszél Jézus, ad erőt és hatalmat a tanítványainak, hogy hirdessék az evangéliumot, és hogy nem árthat a gonosz munkája. Sok emberben nagyon erős félelem van, félnek a gonosz erőktől, de az Úr azt mondja, hogy aki Jézus követségébe jár, annak nem árt a gonosz. És hogy ilyen csodálatos dolgok lesznek, hogy betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak, a ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Ezt mind itt olvasok a Márk evangélium a 16. rész, 15. versétől a 18. versig. Ez nagyon csodálatos, hiszen a tanítványokat az Úr nem úgy küldte el, hogy ne ruházta volna őket fel az ő szent lelkének az erejével. Pünkösd előtt is olvassuk, hogy rájuk lehelt és vegyetek szent lelket, éppen vasárnap foglalkoztunk ebben az igével. A kegyelmi ajándékok minden esetben a Krisztusnak való szolgálatra adatnak, hogy az, aki az Úrnak szolgál,
a megváltott és a megváltást megismertethesse az emberekkel, azokkal, akik felé szolgál. Nagyon fontos tudnunk, hogy aki nem szolgál, annak az életébe nincsenek jelen az Úr ajándékai. És ez is lehet a magyarázata annak, hogy sokan tudatlanok, mert nem szánják oda az életüket az Úr szolgálatára, a lélekmentésre, hogy az emberek a kárhozatból megmeneküljenek, és éppen ezért a kegyelmi ajándékok rá sincs igényük, hogy Isten szent lelke munkálkodjon. De akik odaszánják az életüket a szolgálatra, azokat az Úr szükség szerint betölti a szent lélekkel, és a kegyelme ajándékait szükség szerint adja, és a csodálatos dolgokat élhetünk át, olyanokat, hogy mint pünköskor is történt, hogy 3000 ember megtért. Bár soha nem a számok számítanak, de azért azt olvassuk az igébe, hogy az első keresztények idejébe pünkösd után naponta számban is, lélekben is szaporodott Isten népe. Hiszen Jézus azért halt meg, hogy mindenkit megmentsen, és az Úr azoknak adja a kegyelmi ajándékot, akiknek szívük tele van a mentő szeretettel. Itt megemlíteném azért a Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy az evangéliumok hangsúlyozzák ezt a három dolgot. Jézus prédikált, Jézus tanított, Jézus gyógyított. Ez a harmadik vonal az ajándékokkal való szolgálat, és hogy ez egy nagyon jellemző volt a Jézus szolgálatára és az apostolok szolgálatára is, ez a három dolog. Tehát a megváltás véghezvitele előtt Jézus ezzel a három nagyon lényeges dologgal végezte a missziói munkát. Igen, és ugye úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók, akik ismertek bizonyos törvényeket, Mózes könyvét, hanem Jézus úgy, mint akinek hatalma van. És az isteni hatalom abban is megnyilvánul, Isten ereje és szeretete, hogy a leprások megtisztulnak, hogy a betegek közül sokan meggyógyulnak, hogy a sánták járnak, hogy a süketek hallanak, és az Isten országának az evangéliuma hirdettetik. Ahol a Szentlélek jelen van, amelyik szolgálatba, gyülekezetbe jelen van a Szentlélek, ott ezek a megnyilvánulási formák jelen vannak, mert hogy ez a feltámadott Jézus Krisztus lelkének a munkája. Pál apostol tanít bennünket a kegyelmi ajándékokról, általában a kegyelmi ajándékokról szól, az egyéni használatáról és a gyülekezeti használatáról. Ha vesszük a fáradtságot és Isten igéjét tanulmányozzuk, akkor nem lesz ismeret hiányunk, és akkor a tanítást megérthetjük, és meghalljuk mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy az Úrnak szolgáljunk. Nem a magunk erejéből, hanem a Krisztus lelkének az erejéből. Én nagyon sokszor átéltem, fiatalon is szántam oda az életem az Úr szolgálatára, hogy nagyon erőtlen voltam, és úgy éreztem, hogy sem fizikai, se lelki erőm nincs, őt még mondani valóm sem, mégis hívtak, menni kellett a szolgálatra, és amikor ott álltam, és kértem az Urat, akkor csodálatos módon az Úr betöltött az ő lelkével, és kijáratta a Szent Lélek mindazokra, akik ott voltak. Sose felejtem el, egy Szabolcs-Szatmár megyei kis faluba volt a szolgálati hely a férjemnek, és valahogy el kellett mennie, és ott maradt az istentisztelet szolgálattevő nélkül, és mondta, hát te majd ellátod a szolgálatot. Nagyon komolyan kértem az Urat, hogy az ő szent lelke jelentse ki magát azoknak az embereknek, akik ott abban a faluban éltek, és hát csodálatos módon
a Szentlélek megadta a mondani valót, úgyhogy utána még a templomba idős, egyszerű emberekkel beszélgettünk a Krisztus kegyelméről, mert a Szentlélek vágyat adott a szívükbe, és az ő csodálatos kegyelme kiárat. Volt ott egy nagy ivó bácsi, aki részeges volt, és hát sokszor olyan cirkusz volt a házába, hogy ledobta a párnát a földre, azon taposott, ugye nem volt magánál, a kezébe vette a kést, és üvöltött a feleségének, hogy megölnélek, de sajnállak. Minden nap a kocsmába, ugye ez volt ott vidéken sok évvel ezelőtt az egyetlen szórakozási lehetőség, minden este ott volt, és minden este támolygatták haza, de ugyanakkor vasárnap megbeült a templomba, és ezen az alkalmon az Isten igéje őt megragadta, és átélte az Úr szabadítását, úgyhogy többet nem ment a kocsmába. Pedig nem beszéltünk róla, csak a Szentlélek árat rá, és az Úr kegyelme működött benne. Tehát nagyon fontos az, hogy engedjük, hogy a lélek rajtunk keresztül is munkálkodjon, nyissuk ki a szívünket, de ehhez Pál apostol nagyon világosan az 1 Korintus 13-ba leírja, hogy mi a feltétele, hogy jól működjenek a kegyelmi ajándékok. Nem véletlen, hogy a kegyelmi ajándékok magyarázata az 1 Korintus 12 és a 14 között, 1 Korintus 14 rész, hogy az 1 Korintus 13 van, és ezt írja Pál, hogy a kivált képen való út, amelyet megmutat a korintusiaknak és minden keresztény embernek, hogy ez a kivált képen való út az, ami keresztül működhet a kegyelmi ajándék. Ez tulajdonképpen a szeretet himnuszaként szoktuk emlegetni az 1 Korintus 13-at, és ha elolvassuk, akkor rájövünk, hogy ez a kegyelmi ajándékok magyarázata, ugyanis szeretet nélkül nem érvényes egyik kegyelmi ajándék sem. Azt mondja, hogy ha angyaloknak vagy embereknek nyelvén szólok is, de szeretet nincsen én bennem, akkor olyanná lettem, mint az engő érc vagy a pengő cimbalom, üres beszédűvé. Bár mennyire is úgy gondolom, hogy én mindenkinél többet tudok lélek által imádkozni, de ha nincs meg a szeretet, egy üres dolog marad. Másik helyen azt olvasok, ha vagyonomat mind felé tettem is, szeretet pedig nincsen bennem, akkor semmi vagyok. Ha testem tűzre adom is, és a szeretet pedig nincsen bennem, ugye ez az áldozat, a mártíromság, semmi hasznom abból. Nagyon komolyan meg kell vizsgálni a szívünket, amikor a kegyelmi ajándékokról beszélünk, hogy megvan-e bennünk a Krisztus mentő szeretete. Mert ha nem ez a szeretet motivál, hanem az, hogy én legyek a gyógyító, én legyek a nagy próféta, én mindenki fölött legyek, akkor semmi. Én se vagyok semmi. Nem építem az Úr gyülekezetét, Isten népét, nem építem a családomat, akkor nincs olyan üres zengő érc és pengő cimbalom az életem. Tehát a mentő szeretet a leglényegesebb, hogy valóban az emberekért vállaljuk, a Krisztusért, hogy az evangéliumot hirdessük. A kegyelmi ajándékokat Jézus adja azoknak, akik a szolgálatra szánják oda magukat, akiket szorongat a Krisztus szeretete. Pál apostol azt mondja, hogy kész lennék az életemet föláldozni, hogy üdvösségre jusson az én népem.
Jézus is föláldozta az életét, és akiről mi beszélünk, aki minket elhívott, és aki minket küld, az emberek megmentésére küld, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És a misszió, ha az Úr küld bennünket, és ott van a mentő szeretet, akkor ő mindig cselekszik jeleket és csodákat. Jézus nem azért tette a jeleket és a csodákat, hogy az emberek csodálkozzanak, hogy neki milyen hatalma van, hanem azért, hogy az emberek hitre jussanak, hogy bűnbánatra jussanak, hogy visszatérjenek az Úrhoz, vagy megtérjenek az Úrhoz, akik ugye nem Izrael népe köréből voltak. Tehát itt az igében az van, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, mondja Pál apostol, de ehhez az kell, hogy odaszánjam magamat a Krisztus evangéliumának a hirdetésére, és akkor az Úr megerősít, betölt a szolgálatra, és adja az ő kegyelme ajándékait a gyümölcsözésre, hogy emberek megtérjenek. Nagyon sokan vannak, akik idegenkednek a kegyelme ajándékoktól. Igazán itt az a baj, hogy nem a rossz példa, hogy esetleg valamivel nem ért egyet, hanem hogy nem szánta oda az életét az Úrnak. Soha nem felejtem el, néhány évtizede volt már, a szolgálataim kezdetén volt egy asszony, aki eljött, és imádkoztunk azért, hogy a Szentlélek betöltse az ott lévőket, és azt mondta, hogy ő idegenkedik ezektől. Akkoriban nagyon sok rossz tanítás is volt, ami megfertőzte a hallgatókat, és soha nem felejtem el, hogy a jelenlévő Szentlélek egy kegyelmi ajándékon keresztül ennek az asszonynak azt mondta, ha te idegenkedsz, akkor én is idegen maradok a számodra, és a kegyelmemben nem részesülsz. Ez az asszony olyan bűnbánatra jutott, hogy akkor leszállt rá a Szentlélek, átélte az Úr bűnbocsájtó kegyelmét, szabadítását, és betöltötte, és szolgál az Úrnak. Ma már idős ember a testvérünk, de még mindig Krisztusról tesz bizonyságot. Ez a Szentlélek munkája, és az Úr kegyelme ajándéka. Vágyakoznunk kell a kegyelmi ajándékokra, erre biztat Pál apostol, kívánjátok a lelki ajándékokat és az Úr szolgálatát.